Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megint otthoni környezetben vagyok, azért mert igazából most nyugiban szerettem volna videózni. Igazából az egész hetet szeretném összefoglalni így a hazai média terén, hogy mik voltak, mert egy elég érdekes héten vagyunk túl. Három olyan média esemény is volt, amiről érdemes beszélni. És akkor haladjunk nagyjából időrendi sorrendben. Az első ugye az Orbán Ráhel féle pelenka dobálás volt, amiről ugye készítettem egy videót, ezt megtaláljátok a csatornán, úgyhogy arról nem is nagyon szeretnék most sokat mondani, azt abban a videóban elmondtam a véleményemet. Talán másnap, vagy rá két nap múlva, jött a másik botrány, nem is botrány, inkább ilyen felkapott dolog lett, ez a kőbányai szopófantom, amiről nem csináltam külön videót, mert nem tudom, hogy egy ilyen 5-6 percben mit tudnék róla mondani. Hát ott ugye az történt, hogy egy igazából egy normálisan felöltözött fiatal ember, 20 éves gyereknek néz ki, mert mondjuk sötét volt, úgyhogy annyira nem látszik. Leszopott egy alvó csövest kőbányán. Na most ez ugye azért lett akkora média esemény, mert ugye erről videófelvétel készült, illetve egy kamera, egy biztonsági kamera, vagy egy térfigyelő kamera rögzítette az esetet, és ugye ez kikerült a internetre, illetve egy részlete. Ez egy olyan történet, amit úgy megmosolyog az ember, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy nagyon jót nevet rajta. Én mikor megláttam ezt, nem gondoltam volna, hogy valahogy ilyet fogok látni. Mert persze az interneten sok érdekes dolog van, akár a magyar eseményeket tekintve, akár nemzetközi szinten, de nem gondoltam volna, hogy valahogy ilyet fogok látni. Engem nagyon meglepett a dolog egyébként. Aztán ami volt még, az egy kicsit nagyobb horderejű dolog, az a Majka Curtis, mondjuk úgy szétválás, szakítás. Ugye az történt, hogy Majka egy koncerten a rajongóknak kiteregette a szennyest, és elmondta, hogy nem fog többet Curtis-szel fellépni, mert már egy jó ideje drog problémái vannak, és az annyira elhatalmasodott, hogy nem tud vele együtt dolgozni. Ugye Curtis lenyilatkozta, hogy igaza van Majkának, amit mondott, az így igaz, és nagyjából ennyi is lett volna a dolog. Én alapvetően azt nem értem, hogy egy ilyen dolgot miért kell kiteregetni. A legnagyobb probléma az egészen az. Most lehet Curtis szeretni, nem szeretni, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy Majka, és hogy te egy barátjáról beszélünk, tehát ezt országvilág előtt megalázta. Mert rendben van, problémái vannak a srácnak, oké. De ez... Ja jó, csak megijedtem, hogy közben csak eldőlt egy edény. Hogy miért kell ezt feszegetni, és miért kell ezt... Mert az, hogy koncerten elmondjam, már mondjuk azt se értem, de utána még le is nyilatkozza az Indexnek. Tehát nagy interjút ad az Indexnek, amiben elmondja még részletesebben, hogy mik voltak a gondok, és hogy ugye, hogy hogyan tovább. Megalázta egy barátját, hogy ezt miért nem lehetett csendben csinálni. Én azt tudom elképzelni, és ez csak egy ilyen, abszolút egy ilyen elmélet, hogy itt Curtis ezzel a drog problémájával akár még anyagi kárt is okozhatott a zenekarnak, mert ugye ők hát ugye zenekarban vannak. Tehát én azt tudom elképzelni, hogy ez tehát csinálhatott Curtis valami olyasmi dolgot, ami annyira, hogy is mondjam, akkora kárt okozhatott vele, hogy akkor Majka azt mondta, hogy akkor ezt így kell majd a sajtó felé is tálalni, hogy ő jöjjön ki belőle jól, Curtis meg igazából kvázi rosszul. És hát nyilván Dopman is megszólal, miért ne szólalt volna meg Dopman a témával kapcsolatban. Ő kicsit durvábban fogalmazott, mint én, és ő sem nagyon értette, hogy ezt... Igazából azon volt kiakadva, hogy az ember a barátjával ilyet nem csinál. Ezzel abszolút én is egyetértek, mert vannak problémáik egymással, meg lehet beszélni,
rendben, váljanak szét, valahogyan ezt ugye a sajtó felé kommunikálni kell, de nem feltétlen drogosoztam volna le a barátomat egy riportban, vagy akár egy koncerten, független attól, hogyha még ez így is van. Szerintem, ha barátok, akkor tisztelhetnék egymást annyira, illetve hát ebben az esetben Majka tisztelhette volna annyira a barátját, hogy ezt nem így kommunikálja le, és akkor elmondja, hogy, tehát elmondta ugye, hogy milyen problémák voltak, ugye drog, meg akkor ugye ilyen alvilági figurák jelentek, meg a koncerten, meg ilyesmiket mondott a Majka. Hát ezt mindenki döntse el saját maga, hogy ez mennyire korrekt. Nekem semmi bajom a Majkával, van egy-két zené, amit kifejezetten szeretek, Curtis-szel sincsen semmi bajom, meg azt mondom, hogy Dopmennel se, bár mondjuk az ő zenét nem hallgatom már nagyon-nagyon régóta, de én ezt akkor se tartom túl korrekt. Vagy mit akartam ebből kihozni? Mindegy, az a lényeg, hogy nem tartom túl korrektnek én se ezt a dolgot. Független attól, hogy most valaki szereti őket, vagy sem. De ezt már az előbb így elmondtam, mindegy. Közben Vettel megnyerte a futamot. Tessék, ez is egy heti hír. Sebastian Vettel nyerte a belga nagydíjat. Aztán ebből lett most egy ilyen többnapos ilyen média cucc, tehát ezt ugye nagyon felkapta a média, ugye volt most a, ja, igen, amit mondtam előbb, ez a szopó emberes, szopó fantomos dolog, hát elvileg ugye tudják, a rendőrségek azonosították az elkövetőt, idézőjelben elkövetőt, és ami a legdurvább az egészben, hogy előállítják a csövest is, amit nem értek, mert szerencsétlen feküdt a földön, jó mondjuk közterületen, tehát nem tudom, hogy tehát valószínűleg ugye, mert most ugye az van, hogy a nem túl legális dolog koldulni, illetve tehát a hajléktalanság. Tehát a hajléktalanság az illegális lett. Mindegy, az a lényeg, hogy nem is köszemérem sértés miatt, hanem nem is tudom, mi volt már. Megbotránkoztatás, valami ilyesmi volt, nem tudom már pontosan mi volt. Az enyek, hogy elvileg mind a kettőt elő tudják állítani, mert mind a kettőt sikerült beazonosítani, hogy kikről van szó. Úgyhogy igen. Úgyhogy ezek voltak. Ja, ugye sajnos egy gyászír is, meg meghalt Székely József, aki, tehát ugye a többségünk, legalábbis az én korombeliek, de szerintem még a fiatalabbak is, Homer Simpson szinkronhangjaként ismerhetnek. Én szerintem nagyon másban nem is láttam őt. Pedig nagyon sok színházi szerepe van, filmes szerepe van, egyéb szinkron szerepek, de számomra is ő volt Homer Simpson, és hát nagyon sajnálom egyébként a dolgot. Nem tudom, hogy jövőben most ki lesz a szinkron hangja. Hát úgy, ahogy a nő csinálta, azt más nem fogja tudni csinálni, abban biztos vagyok. Azt tuti. Úgyhogy ezek voltak a héten, mondom, ez 3 plusz 1 ugye a szegény Székely Józsefnek a halála, de ugye 3 olyan média esemény, amit nagyon felkarolt a média, és ugye mémek is születtek, a Majkás dologból nem, de a Szopó Fantomosból nagyon, nagyon szép kis mémek születtek, és ugye Orbán Ráhelnek a pelenka dobálásából is nagyon szép kis mémek készültek el. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy tartalmas hét volt, lassan vég a nyárnak, ez egy ilyen nyárzáró nem is tudom, ilyen hét volt, tehát 3 elég komoly horderejű média esemény is volt. Úgyhogy mondom, az Orbán Ráhelesről volt videó, a Majkás dolgot azt nem értem, hogy miért kellett így lekommunikálni, és ugye a harmadik, a Szopó Fantomos, ez meg hát egyszerűen csak vicc. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban. Úgy gondoltam, hogy ezt így összefoglalom nektek, mert nyilván ezek olyan dolgok, amikről ti is hallottatok, de ha belegondoltok, tehát ez egy héten belül történt. Nem is tudom, mikor volt olyan, hogy egy héten belül a magyar médiában ennyi minden történik. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!